Télen a bőr víztartalmában keletkezik hiány, ilyenkor a zsírokból is kevesebb termelődik a szokásosnál, a szél, a hideg, a fűtés, az alacsony páratartalom, a szobai és a külső hőmérséklet közötti különbség tovább rontja a helyzetet. A koronavírus megjelenésével pedig előtérbe került a gyakori kézmosás és fertőtlenítés, ami szintén nincs jó hatással a kéz bőrére. Ilyenkor minden bőrtípus több odafigyelést igényel, azonban vannak olyan bőrbetegségek, amelyek esetében ez különösen fontos. Talán a legismertebb az ekcémás kezű embereknek a fokozódó panasza télen, akinek érzékeny a keze, ekcémára hajlamos, most pedig hatványozottan, aki bármennyit is fertőtleníti a kezét, és emiatt érzékenyebb, szárazabb, azt tapasztalhatja, hogy a hideg nem tesz neki jót. Tehát jobban kell védeni, többször kell krémezni, megfelelő nyugtató kézkrémekkel is több védelmet igényel, hamarabb vegye elő ez az ember a kesztyűt, mint az átlagember. Egyéb bőrgyulladásos betegségeknél is lehet azt tapasztalni, hogy rosszabb a téli időszak, akár gondoljunk a nagyon gyakori szeborrás fejbőrre. Ez általában tinédzsereknél nagyon gyakori, vagy fiatal felnőtt korban. Egyrészt a nap hiánya is hozzájárul a romláshoz, másrészt a stresszesebb és a hidegebb időszak. Úgyhogy általában akinek korpásodásra hajlamos, érzékeny, viszkető a fejbőre, hámlik, vörös csíkot tapasztal a hajtőben, azt láthatja, hogy a téli hidegnek is sem tesz jót. Például egy pikkely sömörös beteg is azt tapasztalhatja, hogy télen kevésbé jó a helyzet. Ennek az is lehet a magyarázata, hogy általában az ilyen típusú bőrgyulladásnak jót tesz a napozás. Ebből azonban a téli időszakban alig jut a bőrünknek, ezért a kozmetikumok közül is érdemes olyat választani, ami tápanyagban gazdagabb, akár kicsit zsírosabb állagú. Manapság a szépészeti termékek hidratáló és bőrtápláló tulajdonsággal is rendelkeznek, ezek pedig megsokszorozhatják a téli védőkrémek hatásait. A férfiak körében népszerű a szakáll viselése, az ez alatti bőr is igényel egy kis odafigyelést a téli időszakban. Tekinthetjük akár védelemnek, meg biztos egy kicsit meleg is, de hogyha szeborrára hajlamos ez a férfi, akkor ott is gyulladásos tüneteket tapasztalhat, tehát akkor ott ugyanazokat a nyugtató készítményeket kell használnia, amit a fejbőrén. Tehát ez előfordulhat, hogy ott is hámlóérzékeny, akkor ott is ápolásra szorul. Ez egyre gyakoribb is, tehát egyre inkább trend, hogy a férfiak is ápolják a bőrüket. Hosszú távon ez mindenképpen meghálálja magát. Kellemesebben telik a tél, nem lesz érzékeny a bőr, 10-20 év távlatában meg látszani is fog a különbség. Belsőleg is segíthetünk bőrünknek a változatos táplálkozással, megfelelő C és D vitamin bevitellel, emellett kollagénből vagy hialuronsavból álló két havi kúrát is alkalmazhatunk. A leggyakoribb hiba, hogy télen nem tartjuk be a szükséges folyadékmennyiség bevitelét, bőrünk szépségének és egészségének megőrzése érdekében olyankor is fogyasszunk vizet vagy teát, ha nem vagyunk szomjasak.